változatos adással köszöntöm a Kultúrkorzó nézőit, mert hogy lesz egy fiatal hölgy költő vendégem. Aztán beszélgetünk egy kicsit Csukás Istvánnal. Elsőként kezdjük egy fiatal hölgyel, akinek egy idézetét olvasom, gondolatát olvasom. Az élet egy körforgás, ami azáltal lesz szebb, hogy folyamatos célokat tűzünk ki magunk elé. Egyre több a dolgom, és egyre szenvedélyesebb ezáltal az életem, mondja Nagy Lea, aki mindössze 19 éves, köszöntelek itt a stúdióban, de már elmondhatja magáról, hogy költő, és a saját kötetét fogja a kezében. Hát először is gratulálok hozzá, Lea. Másrészt, ami miatt ide hívtunk téged, hogy te egy szolnoki leány vagy. Mit lehet rólad tudni? Köszönöm szépen a meghívást. És igen, 4 évvel ezelőtt még itt Szolnokon éltem, és itt jártam általános iskolába, itt balettoztam, itt kezdtem az első lépéseket a művészet felé is, hiszen balettoztam Szit Melindánál, 5-6 éves koromban iratkoztam be hozzá, és tulajdonképpen először a képzőművészeti vonal volt az, ami központú volt az életemben. Király György festőművésznél tanultam, és nála sajátítottam el a festészetnek a alaplépéseit. A költészetet azt már Budapesten kezdtem el, itt azzal még nem foglalkoztam. Ez a középiskolai tanulmányok ideje alatt történt? Igen, igen, tehát részben ezért is költöztünk át Szolnokra. Aztán a költészet az nem volt egy tudatos elindulás, csak mindig úgy állok hozzá a dolgokhoz, hogy szeretek új dolgokat kipróbálni, és így jött az életembe a költészet is maga. Petőc András íróhoz iratkoztam be a Kodolányi János Egyetem szépírói kurzusára, és ott kezdtem el 2016 őszén foglalkozni a költészettel. Na még mielőtt tovább szaladunk, én egy kicsit még megragadnék. Tehát azt mondtad itt Szolnokon, azt mondtad, hogy balett, és hogy képzőművészet. Nyilván egy művészetek iránt fogékony, fiatal kis hölgy voltál, nyilván most is az vagy, de hogy minden érdekelt. De hogy lehet az, hogy egy ilyen éles váltással elhatároztad magad, hogy mégis a költészet annyira, hogyha jól értettem, amit mondtál, még költözésre is adtad a fejed. Mert én emlékszem rád még balettos korodból, a festészet megint, ha jól tudom, nagyon mély nyomot hagyott benned. Hogy van az, valami érte a lelked, vagy egyszerűen csak beleszerettél egyik pillanatra a másikba? Nem, hát hiszem azt, hogy ezek a művészeti ágak összekapcsolódnak, és egyik ágról sem mondtam le. Uh-huh. A képzőművészetet azt még mai napig csinálom. És festesz, rajzolsz, grafikát festek, csinálsz? Igen, de volt olyan is, hogy szobrászkodtam, mert olyan szakon voltam a középiskolámban, de próbálom ezeket az ágakat így ötvözni. Például itt a borítómat én festettem, illusztráltam, meg van benne 3 grafika is, és nem tudok egyikről se lemondani úgy igazán, mert nem bírok csak egy dolognál megmaradni, egy művészeti ágnál. A balettot azt már 2-3 éve nem folytatom. Pesten nincsen számomra olyan lehetőség balett szempontjában, mint itt, hogy Szit Melindánál. De nincs kizárva, hogy az is visszajön. Hát igen, ez attól is, hogy a pénztárcám engedi el, vagy nem. Most úgy, hát nem tudok ugye én se 1000 dolgot csinálni egyszerre. De nem mondtad el a kérdésemre, nem adtál választ. Mi történt, hogy ez lett a fővonal? A költészet? Uh-huh. Jelenleg valóban most ez a fő vonal, de most ugye egy művészeti középiskolába tanulok, tehát a festészet sincsen értem. Tehát elhagyatva, akkor hanem nyilván az embernek különböző periódusai vannak az életben. Nekem most inkább a költészet áll kiemelt helyen az életemben, de még az is lehet, hogy pár év múlva inkább festészettel fogok foglalkozni. Akkor meséljünk a könyvről, mert akárhogy is van, azért ez egy komoly produktum, amit a kezedbe foghatsz, és nem mondhatja el minden 19 éves leány, hogy saját verses kötete van. Akkor pár szót mondja arról, hogy született ez a dolog.
Ez minden 2016-ban kezdődött, Petőc Andrásnak a kurzusán, amikor is ott hát pusztán játékban elkezdtem ezzel az egésszel foglalkozni, és megmutattam neki az írásaimat. Ő nekem még mondta is, így utólag elmerte mondani, hát hogy félt, hogy azért nehogy egy, akkor még 16 éves voltam, hogy félt, hogy egy 16 éves lány milyen verseket írhat, hogy ne legyenek túlságosan patetikusak, vagy mert hajlamos az ember túl fiatalon kicsit túlságosan patetikusan írni, fogalmazni. De meglepődött, és neki ez pozitív élmény volt. Különösek a verseid, tehát én azért beleolvasgattam ebbe a könyvbe, egészen megrendítőek, majd arra kérlek, hogy olvasd belőle, de mind a te életed lenyomata? Nem, hanem a költészetben az egyik legcsodálatosabb dolog szerintem az, hogy létrehozhatunk fikciókat. Nyilván egy háttérélmény, háttér magok vannak, hogyha az ember verset ír, csak én szeretem ezeket, így az egészet egy kicsikét beleönteni valami olyanba, ami nem feltétlenül személyes, hanem de elképzel kis... történeteid vannak, ez a lényeg. Igen, igen, de vannak benne olyanok is, amik inkább személyesebbek, de amit most majd fel fogok olvasni, például a Zongora című versembe, a Zongora 1, meg Zongora 2, a Zongora 2 az inkább fikciósabb. Uh-huh. És jó, tegyük. Akkor szerintem hallgassuk meg ezt a verset, illetve azt, amit te választasz, elfogadjuk. Hát akkor először felolvasnám az Apa című versemet, és akkor... Apa. Kötött pulóverben áll, és kávéját issza velem szemben az erkélyen. Nem nézünk egymásra, mind a ketten a hajnali munkába igyekvő kisembereket figyeljük. Csend van, eltekintve az autók zajától. Nem figyel rám, miközben azt mesélem, hogy holnap hajléktalan leszek. Legyint. Azt mondja, anyád majd megoldja. Sosem hitt nekem. Az utak bedugultak, mint egy kormos koszorúér, nem lökik tovább a vörös Suzuki-kat. Csak áldogál továbbra is. Nem néz rám. Csend van. Na, ennek például van-e ihletettsége abból a szempontból, hogy mondjuk történt veled valami, és akkor ilyen módon fogalmaztad meg az érzelmeidet? Vagy ez is csak rész? Nem, nem feltétlenül, nem véletlenül van ugye a nyitó versek között a kötetemben. Van ennek egy személyes háttere, ami nyilván nem egy könnyű dolog, de tény az, hogy apukám ugye Szolnokon él. Uh-huh. Én meg már Budapesten, és kicsit megszakadt a kapcsolat uh-huh. közöttünk, illetve hát egy gyerek életében a válásos, és az egy sosem könnyű dolog. Amikor 7 éves voltam, akkor én anyukámhoz költöztem, meg ott volt egy ilyen zavarosabb időszak, de ettől függetlenül én a harmadik emeleten laktam, én pedig a hetediken, tehát ezért köztünk volt a kapcsolat, csak nem az a mély és uh-huh. szoros uh-huh. apalánya. És ezt viszont, így fogalmaztad meg ebben és a ezt, én nekem azért is jött a költészet az életembe szerintem, nem tudatosan, hogy ezeket az érzéseket versbe leírva könnyebben fel tudom dolgozni. És ez szerintem mások is vannak így, hogy az életérzéseiket jobban bele tudják fogalmazni egy versbe. Mit gondolsz egyébként, a környezetedet nézed, megértenek jobban téged ezek által? Szívesen beszél magáról az ember, vagy azt mondja, hogy nézd ezt a verset? Írtam neked. Hát ezt nem tudom, hogy feltétlenül mit gondol egy-egy ember erről, de talán igen. Végül is jobban lehet, hogy ki tudom így írni, mint elmondani. És egyébként segített a földolgozásban? Tehát nyilván ennek a lelki folyamatnak jót tett, ugye? Igen, igen, ezt viszont bátran tudom kijelenteni, hogy segített. Uh-huh. Tehát, és a mai napig ezért is írok, mert segít, és
mindig az éppen jelenlegi szituációt, a jelenlegi élethelyzetemet éppenséggel meg tudom fogalmazni versben, ami nyilván egy könnyebb dolog, mint sem mondjuk elmondani nyersen. Szeretném majd, ha a zongorát is felolvasnád, mert nekem nagyon megrendítő volt, és nagyon örülök, hogy bizonyos szempontból fikció, ami történik a versben. De még mielőtt ezt megtesszük, van-e valami határozott elképzelésed ezzel kapcsolatban, amin most elindultál? Azt látom, hogy rendíthetetlenül ragaszkodsz, és mindenféle szálon kötődsz a művészethez. De mi lesz mondjuk Leából, ha majd nagy lesz? Hát ez mindig egy jó kérdés, az ember szereti elképzelni, hogy majd mi szeretne lenni. Igen, és mit képzelsz el? Komolyan kérdezem, hogy mit képzelsz el? Hát én most jelenleg, hogyha egyetem meg tanulmányok szempontjában nézzük, akkor az ELTE bölcsészettudományi kar, és oda magyar és horvát. A horvát az sem véletlen, mert van egy így a horvát vonal a családunkba. Uh-huh. Ugye félig horvát származású vagyok, és a horvát azért, a magyar pedig azért, mert hát mivel is foglalkozhatna egy költő, hogyha nem a magyar irodalommal. Igen. Tehát az meg ezért. De mellett tervezem folytatni a balettot, nyilván nem tudom már olyan szinten folytatni, mint a balettművészek, tehát ez megmarad egy hobbinak. A festészetet, meg az úgy a költészetem majdnem egyébként egy ponton van, mert néha, hogyha leírok egy verset, akkor ezt megpróbálom lefesteni, vagy festek egy festményt, és akkor leírom azt versbe, tehát nem tudom teljesen elhagyni, mert szükségem van, úgy érzem, még egy valami művészeti ágra, amihez tudok ragaszkodni. Kiállításod volt már? Kiállításom még nem volt, de pont most lesz augusztus végén a Kass Galériába, a Bartók Béla úton Budapesten, Petőc Andrással együtt lesz egy közös kiállításom, és akkor, ami jelenleg itt a borítón is van, egy ilyen női akt, aki az örvényben örvénylik, ebben most csináltam egy sorozatot, uh-huh. és az lesz a címa ennek a kiállításnak, hogy a nő, és ezt végigvittem, hogy ez a nő különböző helyzetekben örvénylik, akár a napban, a tengerben, a légörvényben, és ez a nő egy önkifejezés is, tehát mint ahogy a versben is egy kicsit kifejezem magamat, úgy a festészetben is, tehát sok képzőművészeti alkotáson megfigyelhet, hogy az alkotó kicsit belefesti magát, így utóla meg lehet figyelni. Így én is, mert hát ezért is festek, ez is egy segít kifejezni saját magamat. Hát nagyon köszönöm, hogy eljöttél, gratulálok, és remélem, hogy felhívtuk a nézők figyelmét arra, hogy van egy szolnoki hölgy, aki ilyen szinten dolgozik. A Zongora 2-t kérlek, még olvasd el nekünk, és aztán megyünk tovább a műsorba. Jó, köszönöm a meghívást. Zongora. Volt egy zongoránk. Nappal fehér volt, este fekete. Karácsonykor használtuk csak. Jazzdalokat játszottunk rajta 1978-ból. A háttérből ilyenkor dúdolázzaja töltötte meg a házat. Nem sokkal azután lettél beteg, hogy apámék eladták a zongoránkat, évente csak egyszer láttalak. Anyáik minden este ittak, amikor megkérdeztem őket, hogy miért, azt mondták, azért, mert nem tudnak aludni úgy, hogy nem vagy itthon, és a bor segít, meg hogy én még kicsi vagyok, és majd megértem. Aztán a kérdés, hogy mikor jössz haza, eltűnt. Anya feketét kezdett hordani, és többet nem dúdol senki. Megrendítő valóban, de köszönöm szépen, hogy elhoztad nekünk, és további sikereket kívánok, majd még figyelemmel kísérjük a pályafutásodat, alkos, írj és fest, és hát aztán Szolnokra is látogatsz, és akkor arról is beszámolhatunk. Köszönöm. Csukás István meséit talán mindenki ismeri, Pompom, Mirmur vagy Süsü, olyan szereplők, amely a legtöbb embernek a gyermekkorához tartozik. Következő bejátszásunkban a Szigligeti Színház Dzsungel könyve című előadására látogattunk, ahol Csukás Istvánt díszvendégként fogadták. Vele
és Húros Anna Máriával beszélgettünk, aki megálmodta ennek a kivételes előadásnak a díszletét. Úgy, hogy nem kezdjük el. Olyan no, ideig van, csak addig nem barátos. Kezdjük az előadást, míg nem vagy itt. Egy utolsó előadás egy különleges vendéggel. Csukás István, a Mesék Magyar Mestere 10 vendégként látogatott el a Szigligeti Színházba. A szakértő szemekkel és egyben kíváncsian ült be a páholyba, hogy megnézze a Dzsungelkönyve ifjúsági előadást. Olyan Isten elvét, kegyes úr ma, vizeden hét iszomjam az ében. Vadon Isten elvét, kegyes úr ma, ifjú ősz húsa enyhíti éhem. Nagyon szuggesztívnek tartom, most mondta épp a rendezőnőnek, rendezőhölgynek, Denise-nek. Szuggesztív, ami nem zárja ki, hogy gyerekeknek is szól, mert gyerekek is néma csendbe is nagy-nagy izgalommal figyeltek. Ami azt jelenti, hogy hatott rájuk az előadás, tehát el van találva az előadás. Mindent külön meg kell említeni, elsősorban a díszletet, amely nem csak hogy gyönyörűen betölti a teret, hanem az indájával, csavarosságával a dzsungelt idézi mindenképpen. És ha szabad nézőként megállapítani, van praktikus jelentősége is, amikor fordul egyet, akkor egy-egy jelent be is fejeződik. Tehát nem kell megszakítani az előadást. Meg sose előtte a darabot, hogy mások mit csináltak, hanem többször elolvasom, mosogatok közben, aztán még egyszer elolvasom, és akkor hip-hop eszembe jut valami, és már is lerajzolom. Először mindenfélét rajzoltam. Szokták nekem mondani, hogy Dórika, ugye már rajzoljál egy egyenes vonalat. Na mondom, ezt megkapjátok, ez olyan egyenes ez, hogy csak na. Mert látod, hogy tulajdonképpen egy U-alakból kinyúló szárny az egész, és csupa egyenes. Igen ám, de valójában a díszítése, maga a tartószerkezet, az egy indamotívum, mert én azt mondtam, hogy én csupelember nem lesz, egy szál műanyag zöldség se, és megcsináltam fémből magát a dzsungelt. Mármint a fáknak a levelét, a fáknak a törzsét, ha jól figyeltél, vagyis figyeltetek, akkor a világítás kihozta a fatörzset ott alul, és kihozta a lombozatot is. Azonnal gyere le! Jó, jó, megyek már! Te megjegyzel! Magyira kedvéért jöttem le, és nem te miattam. Igen? Gonosz, vén, balul! Hol voltál? Csak körülnéztem odafent. Elő ne forduljon még egyszer, megértetted? Na és most erők, kezdődik a szóra. Halljuk először is a vadásztörvény. Magad és párod, fiaid részére vadász Elget! Gyerünk vissza! Halljuk rendesen! Magad és párod, fiaid részére vadász Elget, de ne ölj az ölésért, kéből sose ölj, ne feledd! Ezt a törvény betartja minden testvérünk! Na ugye, van neki esze!
egy forma szinten kell tartani mindig az egészet, és nagyon szerettem, amikor egy építészeti elem belejön a maga dzsungel belsejébe, de hát most majd meg fog jelenni a falu, ami valójában egy kép, de van egy valóságos ajtó benne, egy ajtókeret, ami idézi azt, hogy igen, jó helyen járunk ez a falu. Hadd mondjam el büszkén, hogy az oldalsó falakon az én rajzaim vannak kinagyítva, és amikor színes képet látsz a nagy nappal, az mind az én festményem, ami a látszati terv, és az van rávetítve. És erre nagyon büszke vagyok. Amúgy a maga a szerkezet az szépen meg van festve, kézi festés az egész, de az, hogy az én képeim is megmaradnak, az más darabban még nem volt. Mentünk, de megjöttünk, egy majomban örülünk. Funk, igen, ez a mi fánk. A majom ugye gyönyörű kis pofánk. Az agya nagy, ugye oda vagy, nem akad agy. Csak ez az egy, akinek egyre megy. A banánt, ami csupa-csupa, hey! Gyere oráng utánom, és utána felkarolom én kopogó szemed ügyét, és futatok egy jó nagy fügét. Maugli ismert és egyben újszerű története elevenedett meg a színház színpadán. Gyerekeket, felnőtteket egyaránt elvarázsolt, mert habár mesébe illő, vicces jelentek fakasztottak mosolyra. Mégis igaz, valóságos volt, és kellően drámai a megfelelő helyeken. Ám ez még mindig nem elég, hogy egy mese minden korosztályt meg tudjon szólítani. Kell valami plusz is. Elsősorban mindenkit, gyereket, felnőttet, öreget, fiatalt, ha művészetről van szó, akkor tehetséggel. Ezt hadd mondjam el, mert utána még azon lehet még spekulálni, meg gondolkozni, hogy most ebből színdarab legyen, ebből film legyen, ebből esetleg valami más legyen, de mindenképpen tehetséggel. Na most a gyerekeknek írunk azért. Nem kell különösképpen más világot teremteni, a gyerekek ugyanebben a világban élnek, amelyikben mi, csak ők csodálatosabban látják ezt a világot, nekik még nagyon jó a szemük, és végtelen a képzeltük, tehát az írónak ilyen világot kell a mostani világból teremteni. Ez a föld, az az ég, ez a zöld, az a kék, vágy a hegyhez tég. Fogy a hold, süt a nap, rögalol kell a mag, tó a parthoz ér. Ami szív, az egyben jó, ami kép, az egyben szó, mégis mondd, mit ér ez a szív. Ismérve az, amely először is leköti a nézőt, leköti az olvasót. Másik pedig az, hogy mint minden művészetnek, a mesének is, a mesés az irodalomnak egy nagyon jelentős része, ugye. Ábrázolni kell, meg kell jeleníteni, ez még talán pontosabb szó, meg kell jeleníteni azt a világot, amelyben élünk, de az aznak minden szegletét, egészen a lelki titkokig, egészen a örömig, egészen a bánatig. Ez ugyanez vonatkozik a legnagyobb mértékben a gyerekekre is. Azt javaslom először is, hogy senki se felejtse, hogy mindenki volt gyerek. Azt szoktam mondani, hogy mindenkinek van egy kincses bányája a saját gyerekkora, és nem kell elfelejteni a visszavezető utat, mert nagyon sok öröm vár ránk, ha visszamegyünk. Másrészt pedig a gyerek fejünket, a gyerek szemünket és a gyerek kedélyüket is próbáljuk megőrizni, felnőttként is. Higgyük el, és meg fogjuk látni, higgyük el, sokkal szebb és boldogabb lesz az életünk.
Kedves nézőink, ez volt a Kultúrkorzó mára. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!